Megoldódhat a beteg állományba került kárpátaljaiak problémája a beteglapokkal. Régiónk 246 ezer űrlapot kapott, melyeket már szétküldtek a kórházaknak, klinikáknak, családi orvosi rendelőknek. Az egészségügyi intézményekben ugyanis korábban elfogytak a Bianco dokumentumok, és a páciensek csak egy igazolást kaptak az orvosuktól. Erre azonban a munkáltatók többsége nem fizette a táppénzt. A korábban csak igazolást kapott páciensek becserélhetik a dokumentumaikat beteglapra. A kárpátaljai közúti rendőrség újítással próbálja felvenni a harcot az egyre gyakoribb ittas járművezetés ellen. Az egyelőre csak tervezetként szereplő elképzelés szerint külön posztokat jelölnének ki az egyes útvonalak mentén, ahol a rendőrök leállíthatnák alkoholteszt céljából a járművek vezetőit. A sofőrök már messziről láthatják majd a táblával ellátott helyeket, ahol bármikor, bármelyik autóst megszondáztathatják. Igaz, egyes posztokon a rendőri szerv csak heti egy alkalommal tarthatna ügyeletet. Mi a feladat? Megtisztítani Kárpátalját. 10 napon keresztül Kárpátalja 30 településen gyűjtik az önkéntesek a szemetet az utcákon, parkokban, de a temetőket sem hagyják rendetlenül. Tiszakeresztúrban a helyi magyar iskola diákjai vállalták a feladatot. Valójában mindennyiunknak fontos kellene, hogy legyen, hogy ne szemeteljünk, de hát lehet, hogy nehéz betartani egyesek számára, hogy ne szemeteljenek. Vivian, csak vedd fel ott ezt a csillagot. A szervezők szerint fontos minél korábban elkezdeni a fiatalok környezetvédelemre való nevelését. Biológia tanárként, ugye a tanóraimon és mindig a diákjaimnak azt hangsúlyozom, hogy mennyire fontos a környezetünk védelme, tisztántartása, mert igazából, hogyha mi nem teszünk érte, akkor helyettünk ezt senki nem fogja megtenni, és ez most egy kiváló alkalom volt arra, kiváló alkalmunk nyílt, hogy ne csak elméletben beszéljünk a szemétszedésről, hanem gyakorlatban is. A Tiszta Kárpátalja program tavasszal indult. Akkor 25 településen mintegy 1000 ember bevonásával 7,5 tonna szemetet sikerült összegyűjteni. A szervezők szerint a cél most ezt is meghaladni. Fontosnak tartjuk azt, hogy az ifjúsági réteg is nagyon fontosnak érezze azt, hogy milyen környezet vesz minket körbe. Sok esetben ezek nem anyagi kérdések, hanem szervezésen múló dolgok. Hogyha vannak olyan aktív szerepet vállaló emberek, akik képesek fiatalokat megszervezni, akkor néhány óra alatt sokkal szebbé tudják varázsolni a környezetüket. Támogatásban kívánja Magyarország kormánya részesíteni. A magyar kormány a szemét feldolgozásában is segítséget nyújthat Kárpátaljának. A tervek szerint az EGANEDE Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program keretében egy korszerű szemétfeldolgozót építenének, amely 15 ezer háztartás hulladékát lenne képes feldolgozni. Ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy ezt a szemléletet megváltoztassuk, ami itt a hulladék gazdálkodás terén Kárpátalján tapasztalható, hiszen az a 3 millió tonna hulladék, illegális hulladék, és az a 250 illegális hulladék lerakó, amely ma Kárpátalját elrondítja, és zömében a Tisza ártéren található, az ma is megvan, mint ahogy nem épült az elmúlt hónapokban Európai Uniós szabványnak megfelelő szemétlerakó hely. Én azt gondolom, hogy oktatási törvénymódosítás helyett sokkal inkább ezekre a kérdésekre kellene koncentrálni. Grezsa István hangsúlyozta, a Tiszta Kárpátalja programhoz egy gondnoki szolgálat is társul, amelynek keretében megtisztítják a szeméttől, és gondozzák a magyar vonatkozású kulturális és turisztikai helyszíneket Kárpátalján. A Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány hallgatói ösztöndíjat hirdet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kertész és állattenyésztő mérnöki szakos hallgatói számára. A nyertes diákok a tanév során 10 hónapon keresztül havonta 29 ezer forintnak megfelelő hrivnya ösztöndíjat kapnak. A pályázat feltételrendszere nem határoz meg szakonkénti kvótát. Sikeres pályázat esetén maximum 2 hallgató részesülhet ösztöndíjban. A pályázatokat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 116-os irodájában adhatják le 2017. október 11-éig.